Május végén nyitotta meg kapuit a nyíregyházi park és élményfürdő. Idén már a negyedik strandszezont kezdték úgy Nyíregyháza sóstógyógyfürdőn, hogy a két fürdőegységet egy-eggyel használhatták a látogatók. Az üzemeltető cég vezérigazgatója szerint többek között ennek, valamint az igen meleg nyárnak köszönhető, hogy idén is jó szezont zártak a Szabolcsi megye székhelyen. Tófürdőn 39 ezer vendéget fogadtunk, ilyen sok vendég talán még nem is volt az elmúlt 10 évben. Ennek a hátterében nyilvánvalóan a jó időjárás, illetőleg az, hogy a tavalyi évben rendkívül kedvezményes jegyárakat vezettünk be. Ugye hát Nyíregyházán több fürdő van, és a szolgáltatási skálának megfelelően különböző jegytípusok, jegyárak tapasztalhatóak. Összességében a 6-8 hónapban valamennyi fürdőnket figyelembe jött, 312 ezer vendéget fogadtunk. Hála Istennek balesetmentesen, mindenféle komoly fennakadás nélkül tudtuk lezárni ezt a szezont. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi strandja, többek között a Kisvárdai is a vártnál jobban zárta a szezont. Rekordévet zártunk, 15%-kal magasabb volt a bevétel, látogatottság is, sőt egyes napokon akár egy 21%-ot is elért a plusz látogatók száma. Térségünk valamennyi strandjára jelentős számban érkeztek külföldiek. Az elmúlt hónapokban, ahogyan Nyíregyházára, úgy Kisvárdára is sokan jártak fürdőzni, Szlovákiából, Ukrajnából. Többek között ezért is indítanak hamarosan jelentős beruházást a városban. Teljesen meg fog újulni a strandunk, közel 2,5 milliárd forintból, ami azt jelenti, hogy lesz egy nagyon komoly strand központunk. Ehhez fog csatlakozni egy balneológiai rész, illetve felépül egy 4 csillagos szálloda 52 szobával, ahol pont azokat a vendégeket, akik távolról érkeznek Szlovákiából, Ukrajnából, el tudjuk látni. Egy nagyon fontos tervek között szerepel az is, hogy egy sportrehabilitációs központot létrehozunk. A beruházási munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek majd Kisvárdán.